tudományos műsorhoz mérten és hűen nagyon fontos az, hogy bizonyos tudományterületeket több aspektusból, több szempontból is megfigyelhessünk. Nagyon sok adásban volt már szó például az irodalomtudományról, mint egy egészről, mégis még mindig vannak olyan részei az irodalomtudománynak, amelyről még nem beszéltünk. Itt a kiváló lehetőség, hogy egy kicsit beszélgessünk például a kognitív metafora elméletről is. Venégem a stúdióban dr. Aradi Csenge, az Angol-Amerikai Intézet oktatója. Köszöntöm a stúdióban tanárnő. Köszönöm a Említettem itt, hogy kognitív metafora elmélet. Szerintem, amikor én ezt kimondtam, akkor valójában még én sem gondoltam át, hogy mi ez az egész. Mert valójában, hogy kognitív, és az, hogy metafora elmélet, talán annyira rémlik a tisztelt nézőközönségnek, meg úgy az átlag embernek, hogy metafora. Hát azt úgy általános iskolában tanultuk, hogy ugye van az összehasonlítás, hogy a mintel, és akkor, hogy a metafora valami más volt. Irodalom órán beszéltünk róla. Mi az a metafora, tanárnő? Ez egy nagyon jó kérdés, és ez a legfontosabb kérdés, amit tisztáznunk kell, mielőtt a, a kognitív metafora elméletről és a kognitív nyelvtudományról általánosában beszélünk. Az iskolában azt tanítják, mind a mai napig, hogy a metafora a metonémiához, a, a megszemélyesítéshez és a hasonlathoz hasonlóan egy költői kép, ugye egy irodalmi trópus, amelyet azért használunk, hogy magát a, az írást egy magasabb esztétikai és intellektuális szintre emeljük. És nagyjából itt meg is akad a dolog, ugyanis a kognitív metafora elmélet megjelenéséig a metaforát nem igen kezelték másként, tehát irodalmi, költői képként tartották számon, sőt az 1900-as évek elején megjelenő strukturalista, irodalom elméletek a normál hétköznapi nyelvtől való devienciaként tartották számon. A kognitív metafora elméletnek a kezdetét általában 1980-ra tesszük, amikor George Lakoff és Mark Johnson kiadta a Metaphors We Live By című monográfiát, amely a kognitív metafora elmélet alapjait fektette le a tudományos gondolkodásban. A metafora ebben az értelmezésben nem más, mint a kognitív, mondjuk azt, hogy repertoárunknak az egyik alapvető eszköze. És ugyanígy a metonímia és a megszemélyesítés is. A metaforának tulajdonképpen az a feladata, hogy az elménkben felgyőlemlő tudást oly módon rendezze, hogy koherens módon uh, tudjunk uh, tudjuk értelmezni a világunkat. Nagyon sok más ilyen kognitív folyamat is van még, kategorizáció, uh, a fogalmi keretek, amelyről valószínűleg fogunk még beszélni, a perspektíva és a többi és a többi. A metafora és egy ilyen uh, kognitív uh, építő eszköze a jelentés alkotásnak, a fő funkciója pedig az hogy az emberi elme számára nehezen értelmezhető abstrakt fogalmakat. Úgy szoktuk mondani, hogy azokat a fogalmakat, amelynek nincsen, vagy csak nagyon kismértékben van tér- és időbeli reprezentációja, vagy dimenziója, ezeket a fogalmakat alakítját úgy, vagy reprezentálja úgy, hogy az emberi elme számára érthető legyen, jelesül egy konkrét fogalmon keresztül. Mondok egy olyan példát, amelyet a szakirodalom nagyon-nagyon sokszor idéz, az érvelés háború, vagy a szerelem háború, vagy az életutazás metaforák. Ezek mind úgy jönnek létre az elmében, hogy egy kézzel fogható konkrét fogalmat, mint az utazás háború, társítunk tulajdonképpen az elvont fogalommal valamilyen strukturális hasonlóság alapján, és a két fogalom közötti megfeleltetésekből jön létre a metafora. Most ez így nagyon elvontnak hangzik, nagyon technikai jellegűnek hangzik, de a valóság az, hogy a fogalmi metaforák, akár csak a többi ilyen kategória az emberi elmében, a napi szinten megjelenik a gondolkodásunkban, a beszédünkben olyannyira pervazív, hogy tulajdonképpen az emberi nyelvnek és ebből kifolyólag az emberi gondolkodásnak is igen szignifikáns része figuratív. Tehát amikor én azt mondom, hogy nem tudod megvédeni az álláspontod, vagy hogy élet egy új szakaszához érkezett, ezek a kifejezések mind metaforikusak, ezen keresztül tudjuk értelmezni a körülöttünk lévő Másképpen igen, kaotikus világot. Tehát mondhatjuk azt végül is, hogy kisé úgymond zanzásítva ezt az egész dolgot, ugye megfoghatóbbá tenni, úgymond a megfoghatatlant egy megfoghatóbbal kötjük össze, igen. tehát egy megmagyarázhatatlant egy megmagyarázhatóval, és ez ilyen nyelvi játéknak is lehetne nevezni, vagy szavak mm. játékának? Nem mondanám, hogy nyelvi játék, nem, ez egy teljesen természetes a kognitív folyamat, tehát a jelentés alkotás folyamatának egy gyakorlatilag biológiailag, tehát neurobiológiailag megalapozott része. És nyilván az, hogy az ember képes metaforát létrehozni, és metaforát értelmezni, metaforán keresztül értelmezni a világot, az Hozzájárul ahhoz, hogy hogy nyelvi játékokat hozzunk létre. Tehát a metaforával is lehet játékosan bánni, innovatívan bánni, láss például az irodalomban, vagy a humorban, de alapvetően ez nem egy nyelvi játék, alapvetően ez egy, ez egy képessége az emberi elmének, egy szervező ereje. Tehát mondhatjuk végül is azt, hogy ezt, ezt tudatosan is, meg tudatalatt is csináljuk. Tudatosan, mikor megtanultuk például, mikor ugye megtanuljuk magát a jelentését ennek, hogy mit jelent az, hogy a metaforákat hogyan is miként alkalmazzuk, ezen kívül pedig tudatalatt is úgymond csináljuk, mert kimondjuk anélkül, hogy gondolnánk, hogy ó, na most én egy metaforát fogok mondani. Ezt most csak ugye azért említem, mert ö, ö, úgy hangzik ez ez a dolog, ahogy így most beszélgetünk róla, mint hogy ez egy ilyen szupererő lenne, és hogy, hogy valójában akkor tudatalatt is történik, meg tudatosan is történik. Leginkább tudatalatt történik, akkor válik tudatossá, amikor... Ö, Értelmi vagy értelmezési, bocsánat, nehézségekbe ütközünk. Tehát amikor egy olyan metaforával találkozunk, ami a, a hagyományos ö, metaforától eltérő, mint már említettem, ez általában irodalmi, szép irodalmi művekben történik meg, akkor megütközünk, és ugye egy tudatos értelmezésbe vágunk bele, e, ilyenkor tudatossá válik illetve az idegen nyelv tanulásában is ennek a tudatosságnak van szerepe. De az anyanyelvünkben ez az esetek 98, mondanám 99%-ában egy tudatalatti vagy, vagy nem regisztrált folyamat, ugyanis az ember fogalmi folyékonysággal rendelkezik. Tehát a, a fejlődése során, tehát ahogyan nő a, a, a gyermek, és tanulja a nyelvet, úgy azzal együtt alakul ki a nyelv figuratív és a kultúra gondolkodásának figuratív rendszeréhez való fogalmi folyékonsága. Tehát az anyanyelvi beszélő számára a metaforák megértése és használata gyakorlatilag erőfeszítés nélkül történik. Azután, hogy most, hogy megtudtuk, hogy valójában mindenki rendelkezik egy úgynevezett szupererővel, mert automatikusan alkalmazza ezeket tudata nélkül, tehát hogy csak úgy simán megy, fontos arról is beszéljünk szerintem, hogy a metafora tudomány, a metafora elmélet és a kognitív nyelvészet, mivel nem csak irodalomról fogunk ma beszélni egy kicsit, hanem a kognitív háttérről is, miként függ össze a nyelvészet, meg valójában ez a tudományága, a metafora tudományága? Mi a kapcsolat? Hogyan lehet egyáltalán ezt megfogalmazni, hogy ők összefüggnek. A kognitív nyelvészetből ö, indult meg a kognitív metafora elméletnek a fejlődése. És ahogy említettem, George Lakoffnak, Mark Johnsonnak ebben nagyon nagy szerepe volt. A George Lakoff a, maga először strukturalista nyelvészettel foglalkozott, és utána kezdett a kognitív nyelvészet irányába elmozdulni. Tehát a kognitív nyelvészetből indult meg a, a kognitív vagy fogalmi metafora elméletnek az evolúciója, hogyha így fogalmazhatunk. És ugye pontosan annak a felismerésnek az eredményeként, hogy az emberi gondolkodás igen, jelentős része figuratív. Ennek az eredménye az, hogy ugye nagyon összetett, abstrakt, Gondolatokat képes megfogalmazni az ember, mint, mint faj, amivel ugye más ö, faj tudomásunk szerint nem rendelkezik. És egy másik felismerése a kognitív nyelvészetnek, ami a mai napig az alapját képezi az elméletnek, az az, hogy az emberi nyelvet ugyanazok a gondolkodási ö, folyamatok, ugyanazok a jelentés alkotási folyamatok irányítják mint a megismerésünk bármely más aspektusát. Tehát az, ahogyan a térben tájékozódunk, például azok a kognitív folyamatok, mint alakháttérrendezés, orientáció, jelen vannak a jelentés alkotásban, és a jelentésalkotás verbális megnyilvánulásában, tehát a kommunikációban is. És ez a két felismerés, tehát a gondolkodás figuratív természete és a nyelv kognitív folyamatainak, mondjuk azt, hogy általános természete, ez a kettő motiválta a fogalmi metafora a létrejöttét. A, tulajdonképpen a, a kognitív a legdinamikusabban fejlődő ágáról van szó, ugyanis a felhasználhatóság, az alkalmazhatósága a metafora elméletnek rendkívül sokrétű. És ma már olyannyira széleskörűen, kutatott és tanulmányozott terület lett, hogy a kognitív nyelvészet, mondhatjuk autonóm ágaként tartjuk számon, tehát már meghaladta azt, amit szubdisciplinának hívunk. Tehát, hogy ilyen al-tudományágat? Az Azon már túlmutat, értem, tehát most értem. már leginkább autonóm tudományágként uh, tudomány kezeljük a kognitív nyelvészettel szoros összefüggésben, de kevésbé alárendelt uh, szerepe van, mint mondjuk más aldisciplinának. Lépjünk egy kicsit, érjünk el egy következő állomáshoz, ha már metaforákról beszélünk, ugye mi sem egy állomáson állunk éppen, de mégis felmerülnek például még olyan kérdések, hogy a nyelvészeti szempontból közelítjük meg. Ugye nagyon sokan vagyunk a világban, akik beszélünk egy, az anyanyelvünkön kívüli, vagy még kettő, akár több idegen nyelvet is. Ilyenkor fontos azt megemlíteni, hogy például vannak ugye bár idiomatikus kifejezések, ugye például azt mondom, hogy kéz és lábtörést, akkor ott valójában nem arra gondolok, hogy törje el valaki a kezét, meg a lábát, de mégis egy nyelvtanuló számára például lehet, hogy tényleg azt jelenti, nincs tisztában a mögöttes jelentése, hogy sok szerencsét. Alapvetően, amikor vagy metaforákról beszélünk, tehát egy ilyen, ilyen képekről beszélünk, akkor ha valaki idegen nyelvi beszélő, akkor okozhat-e neki problémát ténylegesen ezeknek a megértése, vagy mi az a tudás szint körülbelül a nyelv tanulás során is, mert ugye bár tanárnő foglalkozik tehát idegen nyelv oktatásával is az egyetemen, mi az a szint körülbelül, amikor már úgy rendben vannak ezek a dolgok? Ez egy nagyon érdekes kérdés. igen, minden nyelvtanuló fog ilyen nehézségekbe ütközni, függetlenül attól, hogy az anyanyelve és az idegen nyelv, amelyet tanul, mennyire vannak közel egymáshoz ugye a, 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 családfán, tehát hogy mekkora a genetikai hasonlóság a két nyelv között. Ez ismételten csak a fogalmi folyékonyság a számlájára róható felfogalmazzunk így. Tehát amíg az anyanyelvünkben természetesen kialakul bennünk a fogalmi folyékonyság, addig ez csak korlátozottan érvényes, a kutatások szerint csak korlátozottan érvényes az idegennyelvi figuratív rendszer megértésében és használatában. Ezért nagyon fontos, és sajnos a mai magyar nyelvoktatásnak, meg úgy gondolom, hogy általában a nyelvoktatásnak egy hiányossága, hogy tudatosítsuk a figuratív, idiomatikus, metaforikus kifejezéseknek az eredetét, a fogalmi motivációját, azt, hogy bizonyos nyelvekben, bizonyos kultúrákban miért fogalmazzuk meg ugyanazt a dolgot másképpen. Uh, miért vannak uh, akár fogalmi, tehát akár a metafora, akár a nyelvi megformáltság szintjén eltérések. Uh, nyilván ez a probléma annál nagyobb, uh, minél nagyobb a különbség a két nyelv között. Tehát egy magyar anyanyelvű nyelvtanuló számára egy angol, vagy francia, vagy akár orosz nyelv idiomatikus, vagy mondjuk inkább azt, hogy metaforikus rendszere, sokkal nagyobb kihívást fog jelenteni, mint tegyük fel egy másik germán nyelvet, vagy egy másik szláv nyelvet beszélő számára. És ez, ez valóban az a, az a fázis, amikor a tudatos tudatosításra, a tudatos odafigyelésre van szükség. És ez leginkább a tanárnak a felelőssége, tehát a nyelvet tanító, Szakembernek kell látni azt, hogy melyik figuratív kifejezésekkel érdemes foglalkozni, az hogyan van bemutatva, hogyan van tudatosítva, hogyan válik emészthetővé a diákok számára. Természetesen nem fog minden figuratív kifejezés gondot okozni, mivel a, vannak, van számos olyan metafora, amely univerzálisnak tekinthető, tehát abból kiindulva, hogy az emberi tapasztalás, a fizikai tapasztalás nagyon hasonló. Ebből kiindulva nagyon sok olyan metafora van, amely univerzális természetű, ezek valószínűleg kisebb gondot okoznak, mint a, a specifikusabb metaforák, és ö, általában ö, ennek, a, a, ennek a problémának a csökkenését már a felsőfokú ö, nyelvtanulók szintjén látjuk, akik rendelkeznek már a az idegennyelv fogalmi rendszerének egy olyan szintű ismeretével, hogy könnyebben át tudnak ezeken a nehézségeken lendülni. Abban az esetben például, hogyha idegennyelvi beszélőről van szó, már mint hogy aki tanulja az adott idegennyelvet, működik ez végül is úgy, hogy, hogy elolvassa azt az adott, tegyük fel, lát egy, egy metaforát leírva és tudja, hogy az valami olyasmi, mert, mert nem úgy tudja értelmezni, tehát látja, hogy valamilyen elvont fogalom, de ez így sematikusan lefut a fejében, hogy na vajon ez mi lehetne magyarul? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy így hálózatosan próbálják összekötni, hogy mi lehet a megfelelője magyarul, az meg ugye már akkor a fogalmi folyékonyság után már magyarul már értelmezhető lenne? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát a nyelvtanuló természetes reakciója, az az, hogy amikor ismeretlen kifejezéssel találkozik, akkor azt hát vagy ugye megakad és segítséget kér, vagy hogyha már egy önálló nyelvtanulóról van szó, akkor megpróbálja kontextusban értelmezni, vagy az alkotó elemekből összerakni. Most a metaforánál az a probléma, hogy nem feltétlenül fogom tudni az idiomatikus kifejezést az alkotó elemekből összerakni, de az biztos, hogy, hogy valamilyen értelmezési folyamat, és az anyanyelvvel való összevetés indul. A szakirodalom egyébként abban az irányban, vagy azon a véleményem van jelenleg, hogy az idegennyelvi idiomatikus kifejezések értelmezésekor először mindig a szó szerinti szintet fogja megvizsgálni a diák, akár ösztönösen, tehát lehet, hogy nem is tudatosodik ez benne, de a kutatások azt mutatják, hogy először a szó szerinti szintet vizsgálja, és utána próbálja meg a metaforikus értelmezését kihámozni. Egy nagyon utolsó dolog még mielőtt rövid reklámra mennénk, még pedig az, hogy azért idehaza is egy társadalmi problémának mondható az, hogy van egy bizonyos társadalmi réteg, akik úgy, úgy, és itt most nem, nép, tehát nem kisebbségekre gondolok meg semmi ilyesmi, hanem hogy általános tudás szinten való réteget próbálok így megnevezni, akik például nem értik nagyon sokszor ezeket a, vagy a idiomatikus kifejezéseket, vagy metafor, metaforikus kifejezéseket, és azt mondja, például, hogy ne beszélj már ilyen nehezen, hát én ezt nem értem, vagy pedig szó szerint értik. Végül is összeköthető a metaforák értelmezése, Például egy, egy értelmi kócienssel, tehát, hogy egy értelmi szinttel? Nem. A, nem gondolom, mivel ez egy egészséges emberi agynak, ez egy alapvető tulajdonság, ahogy a metaforát értelmezni tudja. Ugyanakkor én, amire ön ő, utal, az a, az intrakulturális variabilitás. Tehát a, a metaforák akármennyire is ö, sok az univerzális metaforák száma, tehát azon metaforák, amelyek megjelennek a magyarban, az uluban, az oroszban, az angolban, a japánban, tehát a japán nyelvben, tehát tulajdonképpen nyelvcsaládtól függetlenül jelen vannak, akármennyire is sok univerzális metaforánk van, ö, a kultúrák közötti különbségeken túl, vannak kultúrán belüli azaz intrakulturális különbségek is ezt hívjuk intrakulturális variabilitásnak. Ez azt jelenti hogy különböző régiókban különböző társadalmi rétegekben ugyanannak a fogalmi metaforának más nyelvi megvalósulásait is használják. Tehát elképzelhető hogy egy régióban a, most csak egy, egy nagyon sematikus példát mondok a, Um, dű uh, metaforáját, vagy a dűre vonatkozó metaforát például úgy konceptualizálják, hogy a, a tartályban, tehát a fejben lévő forró folyadék, ami éppen kirobbanni készül, ez egy univerzális metafora. Elképzelhető, hogy egy régióban erre más kifejezést használnak, mint egy másikban, ugyanúgy, hogy egy nyelvben más kifejezést használnak, mint a másikban, és ugyanez az intrakulturális variabilitás megjelenett társadalmi szinteken is. Tehát ez nagyon sok minden befolyásolja a fizikai környezet elsősorban, a mikro és a makrokörnyezet, mind, mind társadalmi, mind pedig ugye a. a, a Tényleg a fizikai környezetnek a szintjén. Tehát az, hogy a metafora értelmezés egy értelmi kóciáns, ez lenne kötve, én nem gondolom, hogy ez megállja a helyét. Mindenképp fontos volt éppen ebből kifolyólag tisztázni valójában ezt, hogy mihez köthető, ugye akár korbeli különbséghez is, hogy egy adott korosztály azt miként értelmezte egy mai korosztályhoz képest is. Tanárnő, köszönöm szépen az eddigi köszönöm. válaszait! Kedves nézőink, ne menjenek sehová, mi egy nagyon rövid reklámra megyünk, de már is visszatérünk. Köszöntjük kedves nézőinket! Mostantól az Egyetem TV műsorán is tájékozódhatnak az aktuális időjárásról. Minden nap elhozzunk nézőinknek a legfrissebb előrejelzéseket. Eláruljuk, hogy mikor készíthetjük a naptejet. Vagy ragadjunk-e inkább eselnyőt? Minden, amit a délalföldi időjárásról tudni érdemes itt az Egyetem TV műsorán. A robotoknak is lesz a jövőben pszichológusa? Abszolút kell egy olyan ember, aki ahhoz ért, hogy, hogy, a robotokat hogyan kell tervezni, az érzelmeik hogyan működnek, hogyan kell lehatárolni a etikai szabályokat, ez, ez, mitől működik, mitől nem. Annyit tudott a program, hogy ismerte a lépéseket. Tehát az, hogy lép a király, hogy lép a kitú, hogy lép a, a bástya. És elkezdett maga ellen játszani ez a program, és néhány óra alatt elérkezett egy olyan színvonalra, hogy a nemzetközi nagymestereket Kenterbe tudta el. Lehet idézni olyan kisfiókat, hogy a, a matrix ugye lényegében a mesterséges intelligenciának azt a feladatot adják, hogy tegye az emberiséget minél boldogabbá. Hát az emberiség attól lesz boldog, hogyha elemként működő végtelen álomba ő elvegetál, de hát a, a feladatát teljesítette a gép, mert a minden ember boldog lett. Adott szoftvernek lehet adni olyan bemenetet, olyan inputot, aminek a hatására a szoftver kezd is elviselkedni és olyan dolgokat csinál, amit valójában a támadó szeretne elérni. Nagyon nagy segítség tud lenni egy ilyen intelligens gép, akár nagyon komplex szakmai ismereteket igénylő munkában is segítség tud lenni a mesterséges intelligencia. Az előző percekben, hogyha nagyon szemfülesek voltak, akkor hallhatták, hogy kissé mondhatni metaforikusan próbáltuk elmagyarázni azt, hogy valójában mivel foglalkozik a metafora tudomány. Ezen kívül pedig megnéztük azt is, hogy hogyan kell értelmezni azt, hogy különböző gondolatok és elvont fogalmak hogyan képződnek le például a nyelvbe. De még mindig van olyan, amiről nem beszéltünk, ez pedig nem más, mint például az, hogyha tegyük fel szövegértelmezési problémáink akadnak éppen a metaforák miatt, ezen kívül pedig még mindig ott van az irodalomtudomány kérdése, amit mindenképp meg kell, hogy beszéljünk, és azt említettem is, hogy vendégem a stúdióban, dr. Aradi Csenge, és talán én akkor már is szeretnék egy, egy immédiás rész folytatni a kérdéssel, ami pedig nem más, mint az, hogy itt vannak nekünk ezek a hasonlatok, ezek a metaforák, és öm, okoznak ezeket tényleges szövegértelmezési problémát alapvetően egy, egy tanulónak. Lehet ez lehet ez idegen nyelvi tanuló is, lehet ez pusztán tényleg a magyar anyanyelvű, aki azt az adott anyanyelvi szöveget olvassa, de teli van ilyen, ilyen nyelvi eszközökkel. Okozhat, igen, éppen abból kiindulva, amiről az elmúlt perceben beszéltünk, idegen nyelvben, nyilván az idegen nyelvben való fogalmi kompetenciánk, vagy bocsánat, fogalmi folyékonyságunk és metaforikus kompetenciánk mértékének függvényében, illetve a szókincsünk függvényében is okozhat, hiszen hogyha a diák alap, alap ból egy olyan szöveget olvas, amelyben sok számára az ismeretlen szó, vagy a szintjénél, az, az aktuális szintjénél sokkal nehezebb a szöveg, és egyébként is értelmezési nehézségei vannak, akkor valószínű, hogy a metaforikus kifejezések egy része is értelmezési problémát fog okozni. Az anyanyelvi olvasáskor felmerülő értelmezési problémák én úgy gondolom, hogy hasonló, uh, hasonló tőről fakadhatnak, tehát uh, amikor uh, valaki egy olyan szöveget olvas, amelynek akár a témája, akár a nyelvezete, uh, nem szokványos, olyan értelemben, hogy számára nem megszokott, neki nem ismerős, nincs hozzászokva ahhoz, hogy uh, ilyen műfajú, stílusú, regiszterű szövegeket olvashat, akkor természetesen összefuthat olyan metaforákkal, vagy belefuthat olyan metaforákba, amelyeket nem tud, vagy csak nehezen tud értelmezni. És a szépirodalmi szövegeknél ezt az esetleges nehézséget tovább fokozza az, hogyha a szerző számos kulturális utalás köré építi ezt a metaforát. Tehát, hogyha a metafora fogalmi alapja az egy olyan Irodalmi, történelmi vagy nyelvi elem, amely az olvasó számára ismeretlen, és ezért ezért van az, hogy például általános és középiskolában is a sok diák mondja azt, hogy ennek és ennek a szép írónak a szövege. Hmm. Számára nem értelmezhető, mert egy olyan tudásanyagból dolgozik. Ami számára nem azt mondom, hogy nem elérhető, mert ma már minden tudásanyag szerencsére elérhető, de nehezen e, értelmezhető neki, még ahhoz a tudásanyaghoz nem volt korábban e, hozzáférése, nem volt vele dolga. Nyilván ez a metaforizáció szintjén is megmutatkozhat, de, de gyakorlatban azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy minden második mondatban Van felmerül ismerve. ez a mm -hmm. probléma. Egy hosszabb, bocsánat, egy hosszabb, metaforikus gondolatmenetben, amit mi allegóriának szoktunk hívni, vagy a szakirodalom meg a metaforának is hívja, ott jelenthet ez komolyabb problémát, mert akkor ugye egy nagyobb szövegrésznek a, a, az értelmezésében lesznek, lesznek ö, akadályok. Ezért van az, hogy én személy szerint azt gondolom, hogy például egy hetedikes gyermeknek nem kőszívű emberfélét kellene olvasnia, de ez csak egy személyes meglátás és tapasztalat, mind általános iskolás múltamból, mind pedig az elmúlt évek során, amit láttam. Nem gondolom, hogy azon a szinten, vannak még azok a gyermekek, hogy azt a, azt a szöveget, azt a könyvet úgy olyan mélységében tudják értelmezni, amit ami tényleg üzenni akar az a könyv. Mind az érzelmek, mind pedig minden, ami oda le van írva, azt nem feltétlenül gondolom, hogy egy hetedikes gyermek még be tudja azt Isten igazán fogadni, de ez csak egy személyes meglátás. Aki megkövezi az embert, az megteszi így is, úgy is. Viszont volna még itt egy olyan dolog valójában, hogy vannak-e olyan emberek, akik alanyi jogon képtelenek átvitt értelmű dolgokat és metaforákat megérteni. Tehát képtelenek valamilyen fajta mondhatni, nem is betegségből fakadóan, hanem, hanem, egy ilyen tulajdonság. Én itt az utóbbi időben olvastam például arról, hogy talán az asperger, asperger szindromásoknak nehezebb megérteni ezeket az átvitt fogalmakat? Igen, tehát az autizmus spektrumon mozgó embereknek nehezebb alapvetően, mivel ők hajlamosabbak arra, hogy szó szerint értelmezzenek mindent. És Nekik az érzelmek leolvasása és értelmezése is egy nehezebb feladat. Tehát az ő esetükben a metafora értelmezés egy nagyobb kihívás, de alapvetően nem gondolom, hogy lenne olyan embercsoport, hogy így fogalmazzak, akinek ez, Tényleg ez gondot okoz. Lesz. Mm -hmm. Igen. Például egy nagyon híres példa volt, ugye, amit utána meg is próbáltak cáfolni, nagy botrány volt, úgy emlékszem az agymenők sorozatból, a Sheldon Cooper ö, személye karaktere, aki ugye nem tudta nagyon sokszor értelmezni azt, hogy, hogy azok az adott ö, nyelvi eszközök mit jelentenek. Tehát szó szerint értelmezésben. Mi nagyon sokszor szoktuk például otthon nézni a sorozatot, és, és mindig eszembe jut ez, hogy szerintem, szerintem ő ezt megint nem értette. Valószínűleg egyébként igen, ez ezért sokszor ez a, a, az adott sketchnek a lényege, hogy ő nem, nem értette. Az ő esetében a szarkazmus volt, ha jól emlékszem. Igen, ami, meg az ami, irónia. Meg az igen, irónia, igen. ami komoly kihívást okozott. De hogyha megfigyeli, akkor ahogy telnek az évadok, egyre tudatosabban odafigyel a karakter arra, hogy ez most szarkazmus volt, ez most irónia igen, volt, igen. ja, és akkor nevet rajta. Nem biztos, hogy értette pontosan hogy az mire vonatkozott, de tudatos odafigyeléssel tudta fejleszteni ezt a felismerő képességét. Volt itt még nemrégében olyanról is szó, hogy fogalmi keretek, és azért még ezt nem sikerült tisztázzuk, úgy Isten igazán, hogy ez mit jelent. Mik azok a fogalmi keretek? Miben függ ez össze a mi témánkkal most? Ha technikai szempontból nézzük, akkor a fogalmi keret az a metafor egyik alkotó eleme. Egy fogalmi metafora két fogalmi keretből épül fel. A forrástartományból, amely mindig a konkrét fogalom, tehát amelyen keresztül az elvont fogalmat értelmezzük, és a céltartomány, ami pedig a, a, ugye, amit szeretnénk megérteni, tehát a, az életutazás metaforában a céltartományunk az élet, a forrás tartományunk, amin keresztül értelmezni akarjuk, ezt pedig az utazás. A fogalmi keret tulajdonképpen egy adott fogalmi kategóriának egy struktúrált mentális reprezentációja, így definiálja Kövecses és Bences. Tulajdonképpen arról van szó, hogy minden kategória más kategóriák viszonylatában értelmezhető. És az adott kategória az több, mint a tulajdonságok listája. Egy egész asszociatív rendszer, egy asszociatív háló épül fel köré. Például vegyünk egy egy nagyon gyakori példát, és ezt szerintem órán is vettük, a madár fogalmát. A madár kategóriájában a, nagyon sok tétel van, tehát nagyon sok olyan elem van, amely. Magát a, a kategóriát felépíti. Az, hogy két lába van, képes repülni, tolla van, tojással szaporodik, csőre van, és a többi, és a többi. A, a kategóriának mindig lesz a, a prototípus elmélet szerint egy olyan képviselője, amelyik a legjobban megfelel ezeknek a tulajdonságoknak, ez lesz a prototípus. Tehát például az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a természeti világból adódóan a vörösbegy az egy ilyen prototípikus madár. És ez a prototípikus fogja olyan módon képviselni az egész kategóriát, hogy az emberi elme, amikor a kategóriát előhívja, ez is egy tudattalan folyamat, akkor egy prototipikus madárnak a sematikus képét jeleníti meg saját maga számára. Na most ugye vannak a kategórián belül olyan elemek, amelyek jobban hasonlítanak a prototípusra, vannak amelyek kevésbé például a kivit. De az is egy madár, az is a kategórián belül van. Az azonban, hogy egy kategóriáról részletes leírást adunk, tulajdonságok, akár bináris opozíciók mentén, amelyet ma már nem szoktunk, de az arisztotelészi kategorizáció így dolgozott. Tehát a részletes lista nem elég, ugyanis ez még nem fogja tükrözni számunkra, hogy az adott fogalom, az, ad, bocsánat, az adott kategória hogyan viszonyul más fogalmakhoz. Tehát a madár kategóriáját csak az állatvilág fogalmi keretén belül tudjuk az állatvilág fogalmi keretével viszonylatban, tehát azzal összefüggésben tudjuk értelmezni, és így módon a kategória maga is sokkal összetettebb, mint egy egyszerű lista. Ugyanígy a testrészek, ez talán egy még kézenfekvő példa. A könyök, kar, fej testrészeinket csak a többi testrészünkkel viszonylatban tudjuk értelmezni. Röviden szólva, tehát a fogalmi kategória lényege, hogy egy adott dologról való tudásunkat uh, úgy uh, rendezi egy, egy koherens és, uh, és meglehetősen összetett rendszerbe, hogy közben az ahhoz kapcsolódó többi dolog, többi kategória is bele van vonva. Mondhatnám azt, hogy madara tolláról, de mit szólna talán egy kicsit új vizekre veznénk? Szerintem közt. a mai epizód metaforáit lassan már kezdjük kimeríteni, hogy miként lehet új dolgokról beszélgetni metaforákat használva. De mégis az lenne a kérdésem, hogy egy kicsit beszéljünk az irodalomról is. Tehát, hogy miként jelenik meg az irodalomban a metafora elmélet és maga a metafora, ezen kívül pedig mikortól beszélünk. Mindig is ott volt, vagy volt egy olyan időszak, amikor azt tudjuk, amikor már azt tudjuk mondani, hogy egyre inkább megjelennek ezek a képek. Hát amióta irodalomban, azóta metafora is van. Mivel az ember, az emberi Kifejeződésnek szerves része a metafora, ugye a figuratív nyelvnek az ösztönös használata. Tehát olyan korszak az irodalomban nem volt, amikor nem használtak metaforát vagy metonémiát. A kognitív nyelvészet és a kognitív irodalomtudomány, a kognitív poetika abban hozott újdonságot, a, a megismeréstudományok számára, hogy az irodalmat ö, úgy definiálta, mint az emberi tapasztalás egyik speciális formáját. Magyarán szólva, az irodalmat a gondolkodási folyamatainknak egy sajátos vetületeként írta le, amely egy, egy saját esztétikai, ö, sajátos esztétikai kvalitásokkal bír. Tehát ilyen formán az irodalmi kifejeződés, legyen szó akár populáris, akár szép irodalomról, prózáról, líráról, drámáról, ez mind az emberi gondolkodásunk lenyomata egy esztetizált formában. És a metafora teljesen természetesen van benne jelen, hiszen az is a gondolkodásunknak egy termék, a gondolkodásunk egy állandó velejárója, sőt az építő eleme. És uh, uh, ilyen, ilyen formán tényleg egy, egy, egy természetes uh, módon van jelen. Ugyanakkor természetesen uh, vannak olyan diskurzusok, uh, vannak olyan gondolkodási tendenciák, filozófiai uh, tendenciák, amelyekben a, a metafora uh, sokkal stratégikusabban jelenik meg. Tehát annak ellenére, hogy uh, hogy tényleg egy, uh, egy általános, folyamatról van itt szó, az emberi elme képes arra, hogy a metaforát stratégikusan használja fel, akár az érvelésben, akár az esztétikai minőség megemelésében. Tud erre esetleg példát mondani, hogy melyik volt az az időszak vagy irodalmi irányzat, ahol tényleg ilyen nagyon tudatosan alkalmazták, vagy alkalmazzák? Időszakra nem lehet ezt igazán lebontani, inkább irányzatokról vagy diskurzusokról érdemes beszélni. A, például a 17. századi francia anzenista gondolkodás, amely a, a korábbi keresztény irányzatoktól nagy mértében bizonyos teológiai tézisek tekintetében ebben most nem menjünk bele. De a lényeg az az, hogy például a metaforának a használata a szív tulajdonsága tulajdonképpen, hogy a az érzelmi világunkat tükrözi. Tehát a szív az érzelmek ö, központja, vagy az érzelmek székhelyeként volt ö, mindig is konceptualizálva. És a janzanista diskurzus ezt, diskurzus ezt nagyon stratégikusan arra használta, hogy Isten-ember kapcsolatát úgy jelenítse meg, mint a szív és a test kapcsolatát, amelyben Isten a szív, és ő pumpálja tulajdonképpen a vért a testrészekbe. Pascal fogalmazta meg ezt egyébként egy, egy rendkívül szép és nagyon erőteljes módon. Tehát pumpálja a vért a végtagokba, amelyek a, 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 a végtagok az emberek helyett vannak, tehát az embereket képviselik. És ugye amit pumpál a vér, az tulajdonképpen megfeleltethető az isteni kegyelemnek. És az isteni kegyelem ugye vagy elér az emberhez, vagy nem, ez egy nagyon fontos tézése volt a janzenizmusnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy a, a szív, mint az érzelmek központja, illetve az abstrakt komplex rendszer emberites metafora, ami egy külön metafora csoportnak a része, lett nagyon uh, tudatosan és egy nagyon esztetizált módon uh, felhasználva a a diskurzusban, abból a célból, hogy megerősítse az emberek Istenhez fűződő szeretetét, és ugye azt a, azt a, a teológiai tézist, amelyre a janzenizmus alapozott. Mondhatni itt az utolsó percenkben, az utolsó két-három percben, sajnos a mi adásunk sem végtelen idővel rendelkezik, nem egy élő közvetítés, de mégis ezután a nehéz témakör után szeretném megkérdezni önt, hogy milyen kutatást folytat most jelenleg? Jelenleg uh, foglalkozom a mentális terek uh, önéletrajzi írásban való uh, szerepével, tehát leginkább azt vizsgálom, hogy a, az én írás uh, fikcionalizálásában, tehát az én magamról való uh, írás fiktív elemei milyen mentális tereken keresztül uh, jelennek meg, milyen mentális terek konstruálják ezt, és természetesen ennek a az esetleges metafora elmélettel kapcsolatos vonzataival is, illetve az utóbbi időben az elme metaforák magyar nyelvben való megjelenésével foglalkoztam az elme és észfogalmaink összehasonlításával. Tanárnő, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat egyrészt, más pedig azt, hogy Mondhatni tényleg egy ilyen kisé, misztikus beszélgetést tudtunk tartani egy ilyen nehéz és összetett tudományágról. Köszönöm szépen! Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy mai adásunkban is velünk tartottak. Még mielőtt elköszönnék, szeretném örömmel bejelenteni, hogy műsorunk egy újabb szegmenssel, egy újabb résszel bővült. Innentől kezdve a Pegasus Pol weboldalán keresztül szavazásokon vehetnek részt, ahol önök is kifejthetik a véleményüket az adott adásnak a témakörével kapcsolatban. Ehhez pedig nem kell más tennünk, mint a hozzászólásoknál és egyben pedig a leírásnál, a videó leírásnál található linket nyissák meg, a kérdések megjelennek önöknek, bátran küldjék el válaszaikat. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottak ebben az adásban is, tartsanak velünk a legközelebb is. A viszontlátásra!